Sziasztok! Már az Újpest Szurkoló barátaim, akik ugye rendszeresen írnak kommenteket a, a különböző videóim alá, már kérték, hogy, hogy tanár úr, mikor lesz az Újpest Kisvárda mérkőzésről videó. Hát íme, ha kellett volna, akkor ilyen háromig fennmaradok, hogy megnézem ezt a mérkőzést, mert nagyon-nagyon régóta várok már arra, hogy hogy egy, egy szép újpes győzelemről tudósíthassak nektek, amilyeneket tavasszal, krusicsal a csapat már csinált, de hát a tavasz az nagyon rég, régen történt. Azóta hát ugye hadd ne mondjam azt, hogy, hogy a háborús események, a válság, minden, tehát olyan az embernek az érzése, mintha több éve lettek volna az újpestnek az utolsó jó meccsei. Ez viszont egy felhőtlen öröm volt tulajdonképpen ez a mérkőzés, azt lehet mondani, bár az elején azért az első fél, de első felében voltak kisvárdai lehetőségek is, a csemály, például csak egy pár centivel lőtte fölé közelről, a tizen, nagyjából 18 méterről a helyzetét, a Nikolics rajta volt egyébként, tehát nem kizárt, hogy kivette volna, de egyébként a játék minden tekintetében most, leginkább a frissességben az Újpest felülmúlta a kisvárdát, hát nem ez volt a papírforma természetesen, de hát nem arról szól a foci, hogy a papírforma érvényesüljön mindig. Azt kell mondjam nektek, hogy tulajdonképpen ebben az újpestben nem volt gyenge pont, legalábbis a kezdőcsapatban biztosan nem. Az Újpest gyakorlatilag a, a, az első félidőben lerendezte a mérkőzést, a másik félidőben még egy valamennyire hajtott, elért egy kiállítást, utána ugye a, utána ugye a Simon Krisztián lőtt egy szép gólt, aminek én nagyon-nagyon örülök, mert a Simon egy kivételesen remek játékos, és hogyha annak idején nem töri meg egy nagyon csúnya sírülés az ő pályáját, akkor valószínűleg még ma is Bundesliga játékosként játszana, és a válogatottnak is egy erőssége volna, hát nem az a játékos, amilyen lehetett volna, de még mindig nagyon jó. E, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy, hogy mind a Szabó Bálint, mind a Csongvai, a, mind a diábi, mind az Antonov nagyon jól játszott, az Antonov az utóbbi időben talán a legjobban, persze az irányzék most sem egy, és ezért különösen vicces az, hogy a neve meg egy repülő, ugye hát, hát ugye se az Iliusin, se a Tupoljev nem volt ilyen rossz, mint amilyen az Antonov az irányzékkal, egyébként ez hihetetlen gyors, rengeteget ez nagyon jó, de azért hagyd térjek vissza egy kicsit a védelemnek a, a középső játékosára, Csongvaira, aki egyébként hatos pozícióban szokott játszani. Én azért lassan el szeretném mondani, hogy ott a válogatott közelében van ez a srác, egyre jobban játszik, és hát ti is, az újpesti hozzászólóim, például Maki, aki rendszeresen hozzászól, ő is mondja, hogy már miért nincs a válogatottba. Hát igen, lehetne őt a válogatott keretbe rakni, szerintem gond nélkül, mert, mert olyan jó van, mint a Vécséi, és ezen a mérkőzésen is ez kiderült. Most lehet, hogy néhányan felszisztennek, hogy ezt mondom, de tényleg nézzétek meg az összefoglalót, és látjátok, hogy tanári módon, tanári módon játszott, és nagyon jó volt szokás szerint Onovo. Egyedül talán Mac volt egy kicsit szürkébb, de hát aki még nagyon-nagyon remek napot fogott ki, és foghatatlan volt gyakorlatilag, az Csobot Kevin. Ha Csobot Kevin így játszik, akkor lassan elmondhatjuk, hogy annak idején a Benfikában a legjobb meccsét idézi, mert hogy kevesen tudják, hogy a Benfica második csapatában több idényt is lenyomott, Úgyhogy nagyon remélem, hogy most visszatalál ehhez a, ehhez a formájához, és az Újpestből kiugorva, vagy egy nagyon jó külföldi szerződést kap, vagy ő is valaminnyire a válogatott közelébe kerül. 22 éves, tehát van rá, van rá lehetőség. Ugye Katona Mátyás is nagyon jól osztogatott, és hát elől végre ugye táló helyére végre újra kiderült, hogy ez a fiatal Guri ez egy nagyon ügyes játékos, és most kétszer is nagyon szép gólt rúgott. Úgyhogy azt kell mondjam nektek, hogy teljesen megérdemelten nyert, a rendkívül enervált kisvárda ellen az Újpest, és ugye hát miért is volt enervált a kisvárda? Több játékosuk ugye a válogatottakban játszott itt a válogatott szünetben, és úgy tűnik, hogy nem nagyon tudtak regenerálódni, vagy, vagy azt hitték, hogy könnyebben megnyerik a meccset, vagy a fene tudja, mi történt. Hát ez legyen az ő bajuk, legyen az, az ő problémájuk, majd kijönnek ebből a, ebből a gödörből. Mindig előfordul ez ilyen típusú csapatokkal, ezt már videók sorában elmondtam, hogy egyszer csak elkezdenek nem annyira Teljesíteni. Én remélem, hogy ez nem fog sokáig tartani, a Kisvárdánál is visszajönnek, hiszen azért ők nagyon komoly meccseket játszottak még nyáron, többek között ugye a Molde ellen. De hát ne ezzel foglalkozzunk, hanem azzal, közben beengedem a macskát, azzal, hogy, a, hogy az Újpest nagyon jól teljesített, nagyon eredményes volt, és hát bizony, hogy ha ezen az úton járnak, akkor újra, újra felzárkózhatnak a jó csapataink közé. Nagyon szurkolok ennek, mert egy erős Újpest az kell a magyar bajnokságban, ezen a mérkőzésen tényleg örömfoci volt, nem voltak sokan, ma keves, kicsit kevesebb, mint 2000 néző volt, de azok viszont nagyon jól érezték magukat, és egy nagyon jó meccset láthattunk. Tehát nagyon köszönöm, hogy meghallgattál, ha tetszett, nyomj egy lájkot, like ha még jobban tetszett, kérek, iratkozz fel a csatornára, és ha még jobban tetszett, arra kérek, hogy segítsd a munkámat a videóhoz, tehát a számra számon, hajrá Magyarország, hajrá Magyar Labdarúgás, a jó isten áldjon meg mindenkit!